Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, a vonal túlsó végén pedig Kis Zsófia, klinikai szakpszichológus. Egy nagyon komoly témáról fogunk nem csak komolyan beszélgetni, az örökbefogadásról, hiszen november hónap az örökbefogadás hónapja, és van egy külön dátum, egy speciális dátum, ez november 9-e. Egy Los Angeles-i baráti társaság úgy döntött, hogy mivel nincs az örökbefogadásra vonatkozó külön nap, amikor csak erről emlékeznek meg az emberek, létrehozzák az Adopt Together csapatát, és 2014. november 9-én megvalósult az első ünneplés, aminek a jelképe a tenyérre rajzolt mosolygós arc lett. Hát innen ered az Adoption Day, az örökbefogadás napja. Jó reggelt, Zsófi! Jó reggelt, Márti, üdvözlöm a hallgatókat! Ezt te tudtad, hogy ez Los Angeles-i kezdeményezés? Gyanítottam, hogy valamilyen amerikai útról indult. Meg voltam győződve, hogy brit, nagyon sok kihívás, meg ilyen-olyan hónap azonnan érkezik, ugye száraz november is. A célja az, hogy felhívja a figyelmet azokra a gyerekekre ez a nap, november 9-dik, és hát az egész hónap, akik család nélkül nőnek fel. A közösségi médiában a hashtag Adoption Month címszóra lehet rákeresni. Úgy vettem észre, hogy azért még a magyar közösségi média felhasználók körében ez nem annyira terjedt el, ezt jól látom, Zsófi? Nem annyira nyilván, de azért egyre jobban. Most már vannak olyan kezdeményezések, például az örökbe.hu, az is a Facebookon is működik, meg már korábban is blog formájában is működött, és azért egyre többen olvas, nagyon informatív, illetve a család.hu-n is most van elég sok ilyen jellegű cikk a témában. Szakértők is nyilatkoznak, illetve örökbefogadó családok. Tehát, hogy egyre jobban terjed, én azt gondolom, ez ugye a közösségi médiákban is, amit azért nagyon sokan néznek és figyelnek, és hogy tulajdonképpen, hogyha egyre jobban belekerül a köztudatba, a közbeszédbe, hogy van ilyen, hogy örökbefogadás, vannak örökbefogadó gyerekek, vannak örökbefogadó családok, hát pontosan ugyanúgy néznek ki, mint egyéb más vérszerinti családok, akkor ez egyfajta ilyen érzékenyítés és egyfajta tolerancia irányába történő elmozdulást tud okozni, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Ugye ez neked nem csak szakmai kompetenciát, hanem magad is érintett vagy a témában, hiszen örökbefogadó anyuka vagy, a 4 éves kislányod mellé titkos örökbefogadással érkezett a kistesó. Úgyhogy neked ez tényleg speciális az eseted, mert azt is tudod, hogy milyen, hogyha egy háztartáson belül van egy vérszerinti gyerek és egy örökbefogadott gyerek, tehát pontosan tudod, hogy. És akkor itt fejezd be, kérlek, te a mondatot, mert hogy én úgy fejeztem volna be, hogy ugyanúgy szereti az ember, mint a saját gyermekeit, és hogy két tesó, tehát ők is ugyanúgy tekintenek egymásra, mint más testvérek, feltételezem. Igen, abszolút, bár nem tudom, hogy ugye más testvérek hogyan, mert hogy nekem ez a két gyerekem van. Hát az, hogy ugyanannyira szeretem őket, ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt nagyon sokan megkérdezték, kedvesebben, tapintatosabban, tapintatlanabbul is, hát jellemzően a kisfiam örökbefogadása után, és ugyanannyira szeretem. Ja, igen, na ezekről még külön beszélni fogunk a kérdésekről, igen, ami borzasztó kérdés. Hogy szeretnék ugyanúgy egy csecsemőt, mint egy 4 éves kislányt? Hát a 4 éves kislánnyal már van konkrétan 4 év történetünk közösen, betegségektől, a programokig, a nagy nevetések, a nagy sírások. Itt meg egy nagyon édes kis baba van, aki megérkezett, de egyébként, amikor a vérszerinti lányom született, őt se ugyanúgy szerettem akkor újszülöttként, mint 4 évesen, vagy most már 10 éves, megint másképp szeretem. Nekem ez ahhoz hasonlít, mint hogyha megkérdezné valaki, hogy az édesanyámat, vagy az édesapámat szeretem jobban. Mind a kettőt nagyon szeretem, mind a kettőt teljesen másképp. Az egyik egy kislány, aki már 10 éves, kicsit visszahúzódóbb, a másik pedig egy aktívabb, édes aranyos, most elsős kisfiú, tehát hogy nem kilogramban vagy centiméterben tudom meghatározni a szeretetemet. Másképp szeretem őket, de nagyon szeretem mind a kettőt, és nem tudnám azt mondani. Sőt, olyan érdekes ez, mert ahogy említetted, ugye én szakmailag is, meg magánéletben is érintett vagyok, mikor örökbefogadni vágyóknak tanfolyamot tartottam, és akkor egyszer bemutatkozó körben azt sikerült mondanom, hogy hát kicsit izgultam nyilván. És akkor azt mondtam, hogy van két gyerekem, egy vérszerinti, meg egy örökbefogadott, de a vérszerintit is ugyanúgy szeretem, mint ha örökbefogadott lenne. Én nem hallottam meg, hogy mit mondtam. És hát olyan nagy mosolygás, meg minden, és akkor a kolléganőm a szünetben mondta, hogy hát ez egy elszólás volt, de hogy egyébként meg ez ilyen helyes volt. Ők meg úgy voltak, hogy ez az fekete humor, szeretjük az ilyet, de jó. A héten, november 9-én volt az örökbefogadás napja. Ennek apropóján beszélgetek most a témáról Kis Zsófia klinikai szakpszichológussal.
Magyarországon mi a legtipikusabb forgatókönyv? Arra gondolok, hogy mi a legtipikusabb odavezető út? Tudod, mik a mérföldkövek, hogy valaki aztán örökbefogadó szülő lesz? Magyarországon, és szerintem a legtöbb helyen ez úgy működik, hogy amikor egy párnak a vér szerinti gyermek érkezése valamilyen oknál fogva akadályoztatott, akkor ott két út szokott nyílni. Az egyik az, hogy elkezdenek orvosi segítséget igénybe venni, tólig, tehát lehet, hogy éppen csak valami fajta ilyen tüsztőérlelő tablettákra van szükség, az is lehet, hogy inszemináció, vagy egészen a lombik programig is elmennek, és hogyha ezek mind sikertelennek bizonyulnak, akkor az örökbefogadás útjára lépnek. A másik irány pedig az, hogy amikor azt látják, hogy nem jön össze a vér szerinti gyerek spontán próbálkozások után, akkor ők azt mondják, hogy nem szeretnénk mesterséges segítséget igénybe venni, ilyen vagy olyan oknál fogva, vagy azért, mert jellemzően félnek az egészségügyi kockázatoktól, ezeknek a későbbi hatásától, vagy valamilyen világnézeti, ideológiai oknál fogva ők ezt a maguk életében elutasítják, és akkor úgy döntenek, hogy ők örökbe fogadnának. Tehát jellemzően a gyermektelenség, ami a legnagyobb százalékban előfordul. És aztán kisebb százalékban van az is, hogy mondjuk egy gyerekük már van, vagy valahány gyerekük van, de többet szeretnének, és nem lehet már, és akkor fogadnak örökbe testvért, illetve hát egyedülállók is örökbe fogadnak, vagy szeretnének örökbe fogadni, ott meg megint csak lehet az a motiváció, hogy persze neki lehetne vér szerinti gyereket, csak valamiért még nem tudott összejönni egy olyan párkapcsolat, amiben úgy érzi, hogy gyereket tudnának vállalni. Kis Zsófia klinikai szakpszichológussal beszélgetünk a Rádió egy hétvégében, november 9-e az örökbefogadás napja, sőt egész november hónap az örökbefogadás hónapja. Te magad is érintett vagy Zsófia témában, hiszen van egy örökbefogadott kisfiad és egy vér szerinti nagylányod, bár most mind a ketten elég nagyok. Mit jelent a nyílt örökbefogadás, és miben különbözik a titkostól? A nyílt örökbefogadásnál minimum egyszer találkozik az örökbeadó és az örökbefogadó szülő, tehát ők személyesen is találkoznak, és megismerik egymás adatait, tehát akár a lakcímét, meg a nevét. Tehát pontosan tudja az örökbeadó azt, hogy kinek a javára mond le az ő gyermekének a neveléséről. A titkos örökbefogadás esetén pedig mi nem tudnak egymásról információkat. Tehát általánosságban mond le a vér szerinti anya a gyermek neveléséről, és itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy nagyon fontos az, hogy ne úgy fogalmazzunk, hogy lemond a gyerekről. Én azt gondolom, hogy sokkal jobban hangzik az, és egy gyerek számára is sokkal emészthetőbb az, hogy lemondott a gyermeke neveléséről, mert olyan helyzetben volt, de nem a gyermekről mondott le. Tehát a titkos örökbefogadás esetén általánosságban mond le a gyermek neveléséről, és nem tudja azt, hogy kihez kerül a gyermek. Ez volt a ti esetetek is, ugye? Titkos így van, a mi esetünk is ilyen volt, így van, igen. November 9-én volt az örökbefogadás napja, és egész november hónap az örökbefogadás hónapja. Kis Zsófia klinikai szakpszichológussal beszélgetek a témáról, aki egyébként maga is érintett, hiszen vér szerinti kislányán kívül van egy örökbefogadott kisfia is. Szerinted mire kell a leginkább felkészíteni az örökbefogadó szülőket? Mert ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy a gyerekvállaláshoz nem kell semmilyen előzetes felkészültség, bárki vállalhat gyereket, bárki szülhet, míg az örökbefogadás sokkal több ilyen intézményesített lépés előzi meg, mert ugye ezt most már tudjuk, hogy nem kötelező a tanfolyam, de szerinted mi az, amire, hát mondjuk klinikai szakpszichológusként neked legjobban fel kell készítened örökbefogadó szülőket, jövőbeli örökbefogadó szülőket? Én azt gondolom, hogy itt is, mint a legtöbb területen, a prevenció sokkal-sokkal hatékonyabb, mint amikor már egy kialakult problémával találkozunk, és azt próbáljuk meg valahogy megoldani, gyógyítani. A legfontosabb az örökbefogadás előtt az, hogy az örökbefogadni vágyó reálisan és az önismeretre alapítva határozza meg az elvárásait, azt az elfogadási tartományt, amivel ő boldog tud lenni. Az egy óriási különbség mondjuk a vér szerinti gyermek vállalása és az örökbefogadás között, hogy a vér szerinti gyereknél nem mi határozzuk meg a nemét. Aztán nem sok befolyásunk van az életkorára sem, tehát ugye jellemzően mindenki újszülöttet szül, tehát 5 éves nem szülünk, meg 2 éves sem, míg ugye az örökbefogadási folyamatban eldönthetem azt is, hogy én hány éves gyereket szeretnék örökbefogadni. Ezeket, hogy mit tudok elfogadni, hogy esetleg annak érdekében, hogy mondjuk kevesebbet kelljen várni, mert azért a legtöbb leendő örökbefogadó 0-3 év közötti egészséges, fehérbőrű gyermeket szeretne örökbefogadni. Hát ezek azok a paraméterek, amik alapján meghatározott gyerekek, nagyon-nagyon sokat kell várni.
tehát 5-6-7 évet is akár. Viszont, hogyha én az elfogadásomat tágítom, tehát tágítom azt a kört, hogy nem muszáj, hogy egészen kicsi legyen, vagy el tudok fogadni esetleg bizonyos olyan egészségügyi állapotokat, vagy nem teszek származási kikötést, akkor sokkal hamarabb megérkezik hozzám az a gyermek, ugyanakkor nem szabad olyat vállalni, amit valójában a szívem mélyén én nem tudok elfogadni. Tehát ha én újszülöttre vágyom, és hát jó, hát akkor ne legyen újszülött, írjuk be, hogy lehet 5 éves. És kapok egy 5 évest, és nem fogom tudni elfogadni. Nem leszek boldog. Az senkinek sem jó. Egy gyermeknek is szörnyű olyan családban felnőni, ahol őt nem fogadják el. És alapvetően mi azt gondoljuk, hogy akkor sikeres egy örökbefogadás, hogyha a gyermek is és a szülők is, tehát ha az egész család boldog. Na most, hogyha nem tudom elfogadni a gyereket, mert egy olyan kompromisszumot kötöttem, ami igazából nekem nem volt jó, akkor sajnos ez nem lesz egy jól sikerült örökbefogadás. Jelenleg Magyarországon ki fogadhat örökbe, és ki fogadható örökbe? Ezt egy-két mondatban körül tudnád írni? Igen, olyan házaspárok fogadhatnak elsősorban örökbe, akiknek megvan az erre vonatkozó alkalmassági határozatuk. Ez egy alkalmassági vizsgálat sorozat tulajdonképpen. Először is el kell menni a lakóhely szerinti tegyeszhez. Ott van egy elsődleges beszélgetés a kapcsolattartóval, ezt követi egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, környezettanulmány, illetve a házi orvostól is kérnek egy igazolást, hogy orvosilag, fizikailag, tehát alkalmas az illető arra, hogy egy gyermeknek az egészséges fejlődését lehetővé tegye. És ezt követően, amikor megvan a határozat, amit a gyámhivatalban fognak majd véglegesíteni, akkor el lehet menni a tanfolyamra. Tehát mikor a tegyesz már megadja az igazolást, hogy igen, itt nálunk a szakemberek elvégezték az alkalmassági vizsgálatnak a munkáját, akkor lehetőség van arra, hogy egy tanfolyamon részt vegyenek a leendő szülők. És én azt gondolom, és azt látjuk, akár a saját tapasztalatomon, én őszinte leszek, nekem akkor ugye már volt egy 2-2,5 éves kislányom, amikor ebben a folyamatban voltam, és azt gondoltam, hogy te jó ég, mit tudnak még nekem, mert semmit nem tudnak, mert milyen újat tudnak nekem mondani, hát én már gyereket nevelek, és hogyha akkor nem lett volna kötelező, mert akkor még kötelező volt, én nem biztos, hogy elmegyek, és óriási hibát követtem volna el, úgy érzem, ha nem megyek el, vagy inkább úgy fogalmaznék akkor, hogy nagyon sok mindent kihagytam volna, amit kár lett volna, mert nagyon hasznosnak találtam én is magam akkoriban a tanfolyamot. Hiszen itt nem gyereknevelési kérdésekről van szó, hanem pontosan azokról a kérdésekről, amikben az örökbefogadás más, mint a vér szerinti gyerek vállalása, amikben egy örökbefogadott gyermek esetében vannak plusz témáink. Például hogyan kezeljük, hogyan mondjuk el, vagy inkább hogyan beszéljünk arról neki, hogy ő örökbefogadott, annak érdekében, hogy ez természetes legyen, és ne pedig egy trauma legyen, amit mondjuk az élete bizonyos szakaszában ő megtud. Hasonló kérdések miatt fontos a tanfolyam szerintem. Igen, ugye megjelent egy cikk a család.hu-n, egy veled készült cikk, és ott olvasgattam a kommenteket, és azt írta egy lány, vagy felnőtt nő, nem pontosan tudtam megállapítani profilkép alapján a korát, szó szerint olvasom, azt nem tudom, mikor érdemes elmondani, és azt sem lehet ezt általánosítani, de azt tudom, hogy milyen érzés megtudni. És akkor itt összeszorult egy kicsit a szívem, mert arra gondoltam, hogy talán ő lehet, hogy későn tudta ezt meg. Igen, ez nagyon-nagyon valószínű. Ha én azt kérdezem tőled, Márti, hogy te mikor tudtad meg, hogy te kislány vagy? Mm-hmm. Nagyon régen, Zsolt. Hogy te megtudtad? Nem. Vagy ez mindig is? Hát nem is tudnám elmondani. Mm-hmm. Mikor tudtad meg, hogy téged Mártinak hívnak? Igen, hát az identitásod úgy, része. Pontosan. Tehát, hogy már sokkal korábban, mint hogy a gyerek érti a szavakat, beszélünk hozzá mindenről. Mm-hmm. Elmondjuk neki, hogy jaj, gyere, édes kicsi lányom, most tisztába tesznek, vagy jaj, de sír ez a baba, fölveszem, de szeretlek. Tehát, hogy nem azért beszélünk hozzá, mert ő érti, hát nem érti az egynapos újszülött azt, hogy én mennyire szeretem, de nem lehet egy gyereket néma csendbe nevelni, az hogy néz neki? Igen. Tehát ugyanúgy ezt az örökbefogadást is a kezdetektől, mikor még nem érti, nagyon fontos, hogy mondjuk, legyenek pozitív mondataink ezzel kapcsolatban, hogy édes, gyönyörű kis örökbefogadott babám, vagy hogy ez mennyire jó, hogy örökbefogadtunk, és így lett teljes a mi családunk. Tehát, hogy ne legyen tabusítva ez a szó. Pontosan, ne legyen tabusítva, mert akkor nem fog tudni arra a kérdésre válaszolni, hogy és mikor mondták el neked, hogy örökbefogadtak. Nem tudom, mindig is tudtam. Igen. Tehát természetes lesz a számára.
Hogyan lehet felkészíteni egy nagy testvért egy örökbe fogadott kistesó érkezésére? Én azt gondolom erről is, hogy pontosan ugyanúgy történt ez, mint ahogy egy vér szerinti gyerek testvérnek az érkezésére elkészítettük volna fel. Beszélgettünk arról, hogy szeretnék még gyereket. Ő azt is látta, hogy azért próbálkoztunk, nekünk még voltak ilyen orvosi beavatkozások, ő az időnként látott olyasmit, hogy injekciózás, meg stb. Tehát hogy ez is így benne volt, nem volt igazából ebből dráma. Mi elmondtuk neki azt, hogy sajnos nem lett kistesó, és utána azt is elmondtuk, de hogy mi, bennünk már megszületett ez a döntés, és ez nagyon fontos volt, hogy egy 2-3 éves gyereket ebben nem lehet belevonni, hogy szeretné a testvért. Nem szeretnék, és akkor viselje el annak a súlyát, hogy ő 3 évesen egyszer azt mondta, hogy nem akar testvért, és nem lesz. Tehát ez egy szülői feladat, ezt eldönteni. És akkor mi eldöntöttük, hogy örökbe fogadunk, akkor a magam szintjén elmondtuk a lányomnak, hogy figyelj csak, kis cicám, vannak olyan gyerekek, akikről az anyukájuk valamiért nem tud gondoskodni, nekünk nem jött össze az, hogy legyen kistesó, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy örökbe fogadunk, vagyis majd egy olyan kisbabát fogunk mi nevelni, és a családunk tagja lesz, akiről az anyukája valamiért nem tud gondoskodni. Ezen a szinten ő ezt teljesen értette, és természetesként is kezelte, hiszen én azt gondolom, hogy egy gyereknek ebben az életkorban az a természetes, amit a szülei a számára természetesen közvetítenek. Innentől kezdve, hogy ő így nőtt, elmondtuk, hogy akkor most megyünk tanfolyamra, meg aztán, amikor jött a hívás, ugye a tegyesztől, akkor meg elmondtuk, hogy megyünk a hivatalba, akkor ott láttunk fényképet arról a kisfiúról, akinek lehet, hogy mi leszünk a szülei, és itt viszont van egy nagyon fontos dolog, hogy amíg nem születik meg a döntés, hogy igen, mi ezt a gyereket örökbe fogadjuk, addig nem szabad az otthon levő másik, akár már örökbe fogadott, akár vérszinti gyereknek azt mondani, hogy a tesód. Mert az viszont egy trauma, hogy elkezd akkor mégsem a tesód. Igen. Pontosan. Na és akkor jöjjenek a mondatok, amiket örökbe fogadó szülőként nem szeret az ember hallani, sokakat érint a téma, és olyan szempontból pedig mindenkit érint a téma, hogyha nem is vagyunk örökbefogadó szülők, mi magunk ne tegyük fel ezt a kérdést. Nem azért, mert bántani szeretnénk a másikat, pedig azt sem szeretem, tudod, hogy most az összes ilyen rosszul elhangzó kérdéseket démonizálják, hogy fúj, és akkor megszégyenítik azt, aki felmerészelte tenni, mert nem biztos, hogy a rossz indulat vezérli ilyenkor az ember, csak pusztán a tudatlanság. Na de nem esik jól egy örökbefogadó szülőnek. Te tudsz idézni ilyen nagyon kellemes mondatokat, amiket megkaptál az örökbefogadás után? Igen, én is azt gondolom erről, hogy nem a rossz indulat, hanem inkább a tudatlanság, vagy inkább a beleértőkészség hiánya, hogy azért, akinek soha semmi gondja nem volt, amikor eldöntötték, hogy gyereket akarnak, akkor egy fél éven belül meg is fogant, és amikor eldöntötték, hogy testet akarnak, akkor az is. Tehát, hogy akinek ez így könnyen összejött, és ezzel nem volt semmi problémája, annak azért nehezebb lehet belehelyezkedni valaki olyannak az életében, aki esetleg évekig vagy van, hogy egy évtizedig próbálkoznak, és utána örökbe fogadnak. Hát például nem szerencsés azt úgy fogalmazni, hogy akkor ő nem is az igazi gyereked. Mire gondolunk, hogy esetleg ilyen felfújhatós, vagy elemes vagy? Tehát, hogy így... AliExpress-ről rendelte? Igazi, lehetőleg igazi, futkározik, meg kell neki enni adni. Időnként rossz, időnként égetni való, időnként meg tündér. Aztán, hogy akkor ő nem a sajátod? Hát kié? A szomszédé? Vagy most ezt hogy gondoljuk, ezeket, hogy elhoztam a barátnőmtől? Ezeket, bocsánat, kérdezték tőled értelmes emberek, ismerőseid? Igen, és valószínűleg csak egy szerencsétlen fogalmazás volt. Tehát nagyon értelmes, meg amúgy kedves emberek is azt kérdezték tőlem, hogy egyébként van különbség a saját gyerek meg az örökbefogadott gyerek nevelése között? És akkor mondtam, hogy figyelj, abszolút értem, hogy mire gondolsz, mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy saját gyerek kétféle van, a vér szerinti meg az örökbefogadott. Egyébként van még olyan, hogy nevelt gyerek, de az örökbefogadott gyerek az nem az. És akkor van, aki erre azt mondja, hogy ja, köszi, és hogy akkor ma is tanultam valamit. Van olyan, aki meg megsértődik, hogy jó, hát most nem azért mondtam. Az a legjobb. Értem, hogy ő nem azért az mondta. A legjobb, amikor valaki megbent, és ő megsértődik azon, hogy ő kicsikét mondjuk tapintatlan. Igen, hát szerintem, hogyha én rosszul használok egy fogalmat, vagy vannak olyan területek, amikben kevés a tapasztalatom az, és azt valaki nem bántóan nekem elmagyarázza, én annak inkább örülni szoktam. Például szokott ilyen lenni, hogy vissza lehet vinni. Nincs oda? Hát, de nem, igen, ezt nem kérdezték tőle. Ez komolyan? Uram, ez beszélgetésben merült föl, tehát ez nem úgy kérdezték tőlem, hogy akkor én a kisfiamat visszavihetem-e, tehát azért ennyire nem. Ez visszacsinálható ez a folyamat. És akkor ott is elmondtam, hogy nem, ennek nem csak a neve az, hogy örök befogadás, tehát nem ez ilyen átmeneti befogadás, meg stb.,
hanem hogy örökbe fogadtuk. Nem, ez a vér szerinti gyereknek a jogi státuszába kerül a gyermek az örökbe fogadás után. Hát elméletileg vissza lehet csinálni, igen, föl lehet bontani az örökbe fogadást, mint ahogy ki lehet tagadni egy gyereket, de hát azért nem erre készülünk alapvetően. De ezek azok a mondatok, amik nem annyira szerencsések így ebből a szempontból, hogy a szóhasználat. Hát a másik pedig, amire viszont nagyon fontos odafigyelni, hogy nem lehet a gyermeknek a vér szerinti anyját bántani. Nem lehet ő rá dehonestáló vagy negatív megjegyzéseket tenni. Nem ismerjük a történetét. Pontosan nem tudjuk a történetét, nem ismerjük a történetét. Így lehalkítják a hangjukat, és megkérdezték, ezt többször is előfordult, hogy és tudja, hogy örökbe fogadtátok? Tudja, hogy örökbe fogadtuk, és egyébként meg nem is süket, tehát amit is tudtam, kérdeznek, ő hallja. Hát és az egyik kedvencem az, hogy és amikor kiütközik a vére, mert hát ugye tudjuk, hogy a genetika mennyivel jobban meghatározza a személyiséget. Nem félsz, hogy kirabol majd, amikor oviba megy? Hát igen, körülbelül. Hát egyrészt azért annak örülök, amikor valaki ezt így tudja, hogy a genetika jobban meghatározza a személyiséget, mert azért ebben a tudósok és szakemberek is nagyon sokat vitatkoznak, és leginkább azt mondhatjuk, hogy mást befolyásol a genetika és mást a környezet, tehát például a gyermeknek a viselkedését, értékrendjét, azt leginkább azért a környezetnek szoktuk tulajdonítani. Egy roma származású kisfiút fogadtál örökbe, és akkor ezért kaptál ilyen kérdéseket? Ha én ránézek, és azt mondom, hogy hát ő egy kreol bőrű csillagszemű kisfiú, akkor vélhetően roma származású, de nem volt mellette egyébként ilyen papír. De önmagában azért ezek a hiedelmek, vagy ilyen tévhiedelmek, hogy milyen ember az, aki örökbe adja, ugye? És hát akkor milyen lehet az a gyerek? Ezek azért tényleg tévhiedelmeken alapulnak. Persze mindenkinek van egy rossz tapasztalata, vagy elképzelhető egy ilyen történet, vagy urban legenda, amit így hallott, hogy mi lesz egy ilyen sikertelen örökbefogadásból, de hát pontosan ezért javasoljuk, hogy találkozzanak a leendő örökbefogadó családokkal, mert arról sajnos általában nem szól a száma, hogy egy örökbefogadó család hétvégéje úgy nézett ki, hogy együtt megreggeliztek, elmentek az állatkertbe, délután még egy moziba is beültek, majd megvacsoráztak, és boldogan lefeküdtek aludni, mert hogy ennek nem igazán van hírértéke. Ez nem érdekes sztori. Örökbefogadó család azért inkább ilyen. Klinikai szakciológusként mit üzensz most azoknak a szülőknek, akik éppen benne vannak ebben a folyamatban, és nem sokára örökbefogadó szülők lesznek? Klinikai szakciológusként, meg örökbefogadó anyukaként, és örökbefogadó anyukaként, mindenfajta egyéb szerepemben kitartást kívánok, amíg ez el nem érkezik. Én azt javaslom, hogy menjenek el és találkozzanak örökbefogadó családokkal. Vannak programok, amiket szerveznek örökbefogadásban közvetítő, vagy örökbefogadással foglalkozó, örökbefogadást segítő alapítványok. Találkozzanak olyan családokkal, akik már örökbefogadtak, és kérdezzenek. Ezen kívül pedig szerintem az nagyon fontos, hogy őszinték legyenek magukkal, sokat beszélgessenek a párjukkal, hogy ténylegesen olyan gyerek érkezzen hozzájuk, olyan gyereknek nyissák ki nem csak az ajtójukat, hanem a szívüket is, akit tényleg el fognak tudni fogadni, és akit nagyon fognak tudni szeretni. Kis Zsófia, köszönjük szépen!